Már 1125 azonosított áldozatról tudnak Szabadkáról és környékéről, 74-ről a magyarországi Kunbajáról és Madarasról 10-ről, hangzott el a megemlékezésen. Az újabb kutatások szerint a legidősebb áldozat Benke József, 81 éves földműves volt, míg a legfiatalabb Kabai Veronka bajmokról, őt mindössze 6 éves korában végezték ki ártatlanul a partizánok. Azt tudjuk biztosan, hogy a központból, ugye ez a város széle volt akkor, meg hát most is a város széle, tehát elvezették őket a Zentai út végéhez, és a Zentai út végén jobbra kanyarodtak, és akkor egy ilyen rövid úton ide vezették őket, és legyilkolták őket. Dr. Pásztor Bálint a Szabadkai VKT elnöke, a VMS köztársasági parlamenti frakcióvezetője a megemlékezésen tartott beszédében egyebek mellett elmondta, az 1944 őszén történt megtorlások áldozataira emlékezünk, akiket a bosszú és a legrosszabb emberi tulajdonságból fakadó cselekedetek ragadtak el. Őket eltemetni sem lehetett méltóképpen, szögezte le. Sikerült elérnünk azt 2014-ben, hogy törlésre került a kollektív bűnösség elve a szerbiai jogrendből. Ezt megelőzően 2013-ban a szerbiai parlament egy deklarációt fogadott el az 1944-es, 45-ös magyar ellenes atrocitások elítéléséről. Ezt követően Áder János és Tomislav Nikolic akkori köztársasági elnök közösen hajtottak főt Csurogon 2014-ben, azt követően, hogy a szerbiai kormány hatályon kívül helyezte azt a két 1945-ben meghozott határozatot, amellyel néhány település teljes magyar lakossága kollektív bűnössé lett nyilvánítva. Alekszandar Vucic akkori miniszterelnök helyezte el az emlékezés virágait itt a vergődő madárnál. Szabadkán 30 éve törekszenek arra, hogy az áldozatok azonosításával enyhítsék a fájdalmat. Az emléktáblára pedig évről évre több mártír neve kerül fel. Ez a folyamat gátat tört, gátat szakított, mert annyi hely volt a Vajdaságban, ahol szerették volna az emberek emléket állítani az ártatlanul kivégzetteknek. És ez a szabadkai példa, ez a szabadkai cselekedet, ez a szabadkai tett, azt gondolom, hogy mindenkinek bátorságot adott, és ma is bátorságot és példát szolgál. A megemlékezés részeként a politikai pártok és szervezetek elhelyezték az emlékezés virágait a vergődő madárszobránál.